Már dolgoznak a speciális közmunkaprogramban foglalkoztatottak Piricsén július 1-től egészen november végéig. 5 hónapon át összesen 20 főnek biztosítanak munkahelyet a településen. Az országban itt kezdődött el elsőként a munka. Mezőgazdasági feladatok elvégzése, buszmegállók és zöld területek tisztántartása. Ez csak néhány példa arra, hogy milyen munkakörben alkalmazhatják a halmozottan hátrányos munkavállalókat. Olyan személyek eznek a programnak az alanyai, akik mentális, szociális és egészségügyi problémákkal küzdenek, és nagyon csekély volt a fogadókészség az elsődleges munkaerőpiac részéről egyáltalán nem, és közfoglalkoztatás részéről is igen erőteljes korlátok voltak emiatt. Nagyon azt tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy nagyon sok olyan személyi küzd egészségügyi problémákkal a foglalkoztatósági vizsgálat kapcsán, ami a nem alkalmas minősítést is jelenti az esetek döntő többségében. Országos viszonylatban 4 megye 11 településén összesen 300 főt foglalkoztatnak. Ennek harmadát a Szabolcs megyei Piricsén, Nyíregyházán, Tornyospálcán és Tiszaszentmártonban. A helyszíneket az alapján jelölték ki, hogy mely megyékben van a legtöbb olyan ember, aki egészségügyi probléma miatt huzamosabb ideje munkanélküli. Ezt a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakemberei közösen vizsgálták. Védettebb munkakörülmények között 6 órás munkaidőben önkormányzati szervezeteknél dolgozhatnak az új közfoglalkoztatási programban. Gyakorlatilag az anyagbeszerzések azok folyamatban vannak, megegyeztünk egy közeli céggel, hogy a rendelkezésre álló fa alapanyagokból nekünk a félkész alapanyagot tudják biztosítani, amit további megmunkálás során fogunk megmunkálni. Hát ezek ilyen székek, virágos ládák, padok, amit gyakorlatilag itt helyben meg tudunk csinálni. A munkavállalókat mentorok is segítik. A speciális programban dolgozók havi bére közel 42 ezer forint, középfokú végzettséget igénylő munkakör betöltése esetén pedig valamivel több, mint 53 ezer forint. Ezek a bérek alacsonyabbak a többi közfoglalkoztatotti fizetéssel szemben, viszont több támogatást kaphatnak. Ilyen például, hogy a napi egyszeri meleg étkezést megtéríti az állam a speciális munkaigényű dolgozók számára, valamint munkaerőpiaci, egészségügyi és különböző szociális szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. A tervek szerint az 5 hónapos kísérleti program januártól országossá válik majd.